A játékvezetők többségéhez hasonlóan Makrai Márton is sportolóként kezdte, nyíregyházi nevelésű játékosként, a Szamárlétrát végigjárva a felnőtt csapat színeiben bemutatkozhatott az élvonalban is. Aztán alacsonyabb osztályban folytatta, majd úgy döntött, hogy átáll a másik oldalra, és játékvezetőként igyekszik szolgálni a sportágat. Az első és legfontosabb vonzóerő számomra, hogy a pálya mellett maradhattam, és ugyanígy ebben a közegben maradtam ezáltal, hogy átnyergeltem a játékvezetésre. Minél több meccsen tudok részt venni, minél több meccset látok, minél többet vagyok a kosárlabda mellett, annál jobban érzem magam. Csak úgy, mint játékosként, játékvezetőként is lépéstől lépésre lehet haladni. A 27 éves fiatalember tavaly több mérkőzés vezetett a franciaországi középiskolás világbajnokságon, idén pedig három korosztályos bajnoki döntőben is fújhatta a sípot. Meghívást kaptam a férfi, vagy hát fiú kadettkorosztálynak az országos döntőjére, ahol 8 csapat vett részt, többek között a nyíregyháziak is. Ott elődöntőig sikerült vinni, ahol a Vasas és a hazai csapatnak, a Debrecennek folytam az elődöntő mérkőzését, ami egy nagyon kielezett találkozó volt, egy utolsó másodpercben hagyta ki a Vasas az egyenlítési lehetőséget, úgy jutott be a döntőbe a Debrecen. Igazából ez volt az első torna, amikor hármas mechanikába folyhattam, tét-szituációban is, két társammal együtt. Ez nagyon sokat számított, hiszen még ilyen sorozat terhelésben úgymond nem folyhattam hármas mechanikába, csak a felnőtt edzőmeccseket. A serrülő döntő az azért volt kedves a szívemnek, mert ott egészen a döntőig sikerült vinni a dolgot. Én fújhattam a döntőt egy budapesti kollégával, a harmadik döntő pedig egy 4-es korcsoportos diáklimpia volt Miskolcon, ahol végül a leány döntőt kaptam én meg. Makrai Márton szürke szerelésben is szeretne eljutni az élvonalig, ha pedig az sikerül, akkor a nemzetközi szintet jelentő FIBA jelvényt veszi majd célba a játékvezető.